tehát ugyanazok akarják megszerezni a hatalmat, akik korábban is ott voltak, és akikre egyébként 2010-ben az emberek több mint kétharmada, aztán meg 14-ben, meg 18-ben is azt mondta, hogy nem szeretnék őket visszaengedni a hatalomban, hanem emlékeznek arra, hogy hogyan kormányoztak. Tehát ebben a tekintetben az előválasztás semmilyen változást nem indított el. Ezt az emberek nagyjából fele mondta, nem kétharmada a választásokon. Kétharmados többséget szereztünk, tehát az emberek többsége úgy gondolta, hogy nem szabad Gyurcsány Ferencéket visszaengedni a hatalomba. Ha mennyire egyenlőek a feltételek vagy a lehetőségek a kormány oldalnak, illetve az ellenzéknek a kampány során? A kérdésében bújtatott módon szerepel egy állítás. Nem. Csak azt kérdeztem, hogy mennyire egyenlőek a lehetőségek meg a feltételek. Miért ne lennének? Természetesebb kötelezni erre, mármint az oltás beadására, az oltás felvételére senkit nem lehet. A magyarok nem ilyenek, szeretnek azért a saját életükről maguk dönteni. Ezért adták át a helyhatósági vezetőknek meg a munkáltatóknak a döntésjogát? Így van. Mi úgy gondoljuk, hogy nem maradhat. A baloldal felelőtlen javaslatai, követelései napok óta gyengítik a forintot, és veszélyeztetik a magyar gazdaságot és a magyar vállalkozásokat. A baloldal tehát azzal tud a legtöbbet segíteni a forintnak és a magyar gazdaságnak, hogyha végre abba hagyja az össze-vissza felelőtlen beszédet. Nem kérdést tettek föl. De. Tehát amikor azt mondják, hogy Mészáros is, hogyan tudott meggazdagodni? Nem, az egy állítás. Azt kérdeztem, hogy mondjon egy olyan... Hát én azt látom alapvetően, hogy ő is azt csinálta, amit a korábbi baloldali politikusok mindig. Elment Brüsszelbe hűségesküdteni, hogy mostantól ő nagyon-nagyon jó szövetséges lesz. Ez mit jelent a valóságban? Magyarra fordítva, azt fogom csinálni, amit ti mondtok. Csütörtökkor reggel Liszt Ferenc repülőtér indul a magyar delegáció Brüsszelben. Nekem nincs olyan barátom, aki egyébként közben fölépített. Közben, miközben ő miniszterelnök remélem, volt, fontos a közben szó. Tehát a közben szó az amiről beszélünk. Igen. És miért lett sikeres? Azért, mert sikeres. Mindenkit szeretettel köszöntök a Fidesz KDNP